Ma tartják a Föld órája akciót, egy órára lekapcsolják a nevezetességek díszkivilágítását. Az energia takarékosság fontosságára és a klímaváltozás elleni küzdelemre hívják fel a figyelmet. Kapcsoljuk Török Rékát. Réka, itthon melyik nevezetességek sötétülnek majd el? Itt mögöttem a parlament, például alig több, mint egy óra múlva már sötét lesz, mint ahogyan lekapcsolják majd a Budai Vár, a Halászbástya, a Lánchíd és a Mátyás templom díszkivilágítását is. Évek óta számtalan civil is csatlakozott a mozgalomhoz, ilyenkor általában a háztartásokban is lekapcsolnak mindent egy órára, aki teheti, tehát gyújtson gyertyát este. Éjszaka ugye megkezdődik a nyári időszámítás is, ez hogyan befolyásolja például a közlekedést? Ugye ilyen 2-kor kell majd 3-ra váltani az órát, ilyenkor a legtöbb éjszakai járat egyáltalán nem fog majd közlekedni, mint ahogyan a 4-es, 6-os villamos pótlóbusz sem. A nyári időszámítás október utolsó vasárnapjáig tart majd. Török Réka, köszönöm szépen, hogy elmondtad mindezt.